Sziasztok, mindenkit üdvözlök! Most az Asus ROG GT51CA-HU041T számítógépet, komplett számítógépet fogom egy picikét kielemezni, hogy 1 millió vagy a fölötti értékből, ugye egészen konkrétan 1.039.190 forinttól kapható, és hogy ilyen értékben megéri-e megvásárolni ezt a számítógépet, ugye egyértelműen egy high-end gamer PC-ről van szó, avagy inkább megéri megfontolni, hogy egy szakértővel, egy olyan bolttal, ahol tényleg értenek hozzá, minimális lehúzásokkal természetesen, vagy egy külső forrással, ha mi nem értünk hozzá, összeépíteni egy számítógépet. Ugye mit kapunk ebben a gépben? Kapunk egy Intel Core i7-6700K processzort, 64 GB DDR4 RAM-ot, HDD-t, SSD-t, ugye azt írja, hogy 3512 GB, nyilvánvalóan ez egy 3 GB-os HDD-t takarhat, és egy 512-es SSD-t. Sajnos leírást megnézve nem pontosítanak, valószínűsíthető egyébként képek alapján is megnéztem, hogy ebben a számítógépben egy GTX 1080 SLI kapott helyet, tehát kettő darab GTX 1080-as videókártya. A leírásból nem derül ki, ott csak GTX 1080-ról írnak szimplán. És hát nyilván egy Z170-es alaplap, ugye tudni kell, hogy azért a hatodik generáció az nem mai darab, 2015-ben jelent meg, és a 6700K-hoz a Z170-es tuning lap megy. Hardverileg azért ott van, kellő felszereltséggel. Amit én kiemelnék, ami nekem kifejezetten nagyon tetszik, az a számítógépház. Ugye ez egy egyedi gépház, külön nincsen forgalomban, legalábbis én nem tudok róla, hogy külön meg lehetne vásárolni ezt a gépházat. Nekem nagyon tetszik, nagyon jó a megvilágítása, viszont én nem gondolom úgy, hogy ezért több százezer forintot ki kellene dobni az ablakon, ahhoz mérten, aminél ennél egy jobb, egy korszerűbb számítógépet olcsóbban össze lehet állítani. Tehát nézzük, hogy hogyan is nézne ez ki. Ugye én már nem az i7-6700K-t, hanem az újabb idei Intel Core i7-7700K-t tenném bele, ami alapszinten 4,2, turbó szinten 4,5 GHz-en megy. Ugye 6700K-nak a turbója 4,2, és már 92.500 forinttól megvásárolható. Ehhez jön Gigabyte Gia Z270X Ultra Gaming alaplap, 43.000 forinttól megvásárolható. Ugye ez már az újabb 7. generációs Intel processzorokhoz jött ki, kifejezetten a K-s processzorokhoz, ugye ez a tuningra szánt Z270-es chipset, a Z170 utódja, és tehát egy újabb, egy korszerűbb alaplapot teszünk bele így a számítógépbe. Ugye nagy kérdés a videókártya, ugyanis ügyesen bele kell féreztenünk az árba kettő darab GTX 1080-asat, amire én úgy gondolom, hogy jelenleg a nálam is használatban lévő 1080-as modell Gigabyte WindForce 3 alatt hozzá kell tenni, ez már kapott gyári tuningot, tehát már alapból erősebb, mint az Asusban lévő kettő referencia GTX 1080. Ugyanúgy támogatja ez is az SLI-t, természetesen mivel SLI-t kell kihozni, így kétszer 166.000 forintos árcédulával kerül bele a konfigba. A hűtése egyébként nagyon jó, nálam tuning mellett sem éri el a 70 fokot, tehát felúztam 2000 MHz fölé, és nagyon jól tartja magát, sokkal jobban a hőfokok tekintetében, mintha egy referencia GTX 1080-at kötnénk SLI-be. Na és hát eljutottunk a RAM kérdéshez. Én úgy gondoltam, hogy egy DDR4-es 3000 MHz-es RAM-okat teszek a számítógépbe. Ugye alapból nekünk 64 GB van, vagy lenne megszabva. Én úgy gondolom, hogy nem tornászom fel a jelenlegi RAM árak mellett 64 GB-ra, mivel egy gamer PC-ről van szó. Gamer PC 16 GB-nál semmiféleképpen nem használ ki többet, de nagyon még 16 GB-ot sem. Úgy gondoltam, hogy az alapból 2x8 GB-os modulokat megszorzom még kettővel, tehát 4x8
GB modul megy a számítógépbe, így összesen 32 GB RAM-unk lesz, és így is olyan bő 100.000 forint fölött, olyan 110.000 forint környékén kell rászánnunk az árat a RAM-okra, megjegyzem, így is fölöslegesen, hiszen a gamer teljesítménybe nem fog beleszólni. Azért remélem érzitek, hogy ha 64 GB-ot akarnék beletenni, akkor olyan 220.000 forintra rúgna, és így is egy nagyon kiváló árérték arányú RAM-okkal dolgoznék. Nem beszélve arról, hogy az alaplapban nincs is 8 darab memória foglalat, és így is fölösleges már a 32 GB RAM is, illetve mire az kevésnek számítana már jó régen el fog avulni a DDR4 vagy a Konfignak az egésze. HDD, ugye 3 terabájtos HDD-re van szükségünk, 7200-esre, 64 megabájtosra, ami a gyors HDD. Ez Seagate Barracuda alatt már 25.000 forintból meg fogjuk tudni tenni. Ehhez még hozzájön az SSD is. Az SSD árakat megnézve jobban járunk 2 darab 250 GB-os SSD-vel, hiszen az egybe 512 komolyabb áron kapható. Úgy gondoltam, hogy a Samsung 850 Evo 250 GB-os SSD-ből választanánk kettőt, tehát durván 28.000 forintnál kezdődik, így még 60.000 forint alatt ki fogjuk tudni hozni az 500 GB SSD tárhelyet. Tápegységnek egy minőségi 80 plusz gold 650-es tápot választottam, Corsair C650M, 26.000 forintnál kezdődik, és a GTX 1080-nál tudni kell, hogy 1x8 pin tápellátásra van szüksége, tehát nincs egy kifejezetten nagy energiaigénye, így egy ilyen minőségi táp mindenféleképpen ki fog szolgálni 2 darab GTX 1080-as WindForce 3-as kártyát. Gépháznak Cooler Master Masterbox Lite 5-öt választottam. Olyan 15-16.000 forint környékén kezdődött, most még akciósabb. Úgy gondoltam, hogy nem hagyom ki. Nagyon minőségi hatást keltő, nagyon jó kis gépház, kábelmenedzsment szerelhető, jó szellőzik, előlapon megtalálhatók az USB csatlakozók. Ilyen 14-15.000 forint környékén, most egy picit még olcsóbban, kiadhatatlan, de én azt mondom, hogy azért ez a ház vetekszik még a 20.000 forintos kategóriában. Ugye kiemeltem az Asus Komplett PC-nek a gépházat, hogy azt én egy előnyös háznak tartom, hiszen nagyon jól néz ki. Ennek ellenére szerintem a Cooler Master Masterbox Lite-nak sem kell szégyenkeznie. Költhetnénk még gépházra 20-30-40.000 forintot is, azonban szerintem a kellő felszereltség, a tágas hely, a HDD-knek kialakított jó hely már így is megvásárolható. Persze gépház szubjektív, ha valakinek más tetszik, akkor lehet szebbet, jobbat, drágábbat is választani. A processzor hűtés sem hanyagolnám el, hiszen egy kás processzor kerül a gépbe. Én úgy gondolom, hogy akár még minimális tuning mellett is, ugye alapból már 4,5 GHz-en megy, jó szolgáltat fog tenni ez a processzor hűtő. Ez egy hatalmas hűtő, 12 cm-es ventilátorokkal jutott bele bőven rész hőelvezetés is, tehát egy nagy teljesítményű processzor hűtőről van szó. Végösszegként így olyan 708-710.000 forint környékére jöttünk ki, ugye ez bőven az Asus Komplett PC alatt van, hiszen az 1.040.000 forint volt durván, tehát bő 300.000 forintot lehetett így spórolni. Egy komolyabb PC jött ki az árból, hiszen az i7-6700K helyett már az i7-7700K került bele, referencia GTX 1080-ak helyett 2 darab OC-zott custom hűtős GTX 1080 kerül bele a számítógépbe. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!